A kabai futballisták is megkezdték a tavaszi szezont. S ha már megkezdték, akkor egyenesen, huszárosan kezdték. Legyőzték az élmezőnyhöz tartozó derecskét, majd Nyíradonyban is vitézkedtek Kardos István tanítványai. Meglehetősen gyenge őszi szezont produkált a kabai Meteorit labdarúgó csapata. Plókai Mihály edző irányításával a csapat mindössze 3 győzelmet gyűjtött be 12 vereséggel szemben, így a nagyhegyesiekkel holt versenyben 9 ponttal a tabella utolsó helyein várhatták a tavaszi folytatást. Ilyen előzmények után szinte borítékolható volt, hogy nagy lesz a jövésmenés a csapat házatáján a téli felkészülési időszakban. A csapat első 2013-as edzőmeccsén némi meglepetésre már a kispadon is új szakvezetőt találtunk, Kardos István személyében. Az új szakvezető bemutatkozó interjújában biztos bennmaradást ígért, ami tekintettel a csapat szorult helyzetére és nehéz sorsolására talán csak egészséges kincstári optimizmusnak tűnt. Az első 2 játéknap után azonban kijelenthetjük, hogy az új edző és az átalakított csapat komolyan gondolta az ígéretet. A kabaiak az első fordulóban az élbolyhoz tartozó derecskével mérkőztek, és alaposan meglepték az esélyesebb vendégeket. Félórányi játék után ugyanis Gyöngy Tamás és Nagy Attila góljaival már 2-0-ra vezettek, amire szünetig csak egyszer tudtak válaszolni a derecskeiek. A vendégek ezen az álláson a második félidőben sem tudtak változtatni, így a megyei élvonal nyitónapjának legnagyobb szenzációját a Meteorit szolgáltatta bátor és lelkes játékával és győzelmével. A második fordulóban a Nyíradony otthonában folytatta remek szereplését a Meteorit. 2-0-ra és 4-2-re is vezettek már a házigazdák, de hihetetlen akarásról tett tanúbizonyságot a csapat, mert 2-szer is felállt a padlóról. A pontot érő gólt Plókai Mihály a 92. percben szerezte, felejthetetlen élményt szerezve ezzel a csapatnak, valamint a legkitartóbb szurkolóknak. A folytatásban március 16-án szombaton délután 15 órától a verhető kategóriába tartozó Józsa gárdája érkezik Kabára. Jó hír még, hogy az első 2 játéknapon az ifjúságiak is győztek, előbb 3-2-re, majd 1-0-ra. Gratulálunk! Ez a Dobó István féle idézet nekem nagyon tetszett, hogy nem félénk nyuszikra, hanem bátor oroszlánokra van szükség, akkor az ígéret szerint meg lehet ez a bentmaradás. Meg is lesz. Aki ismer engem a labdarúgásba, azt tudja, bár nem sokan szeretnek, ezt hozzáteszem, pont a vehemenciám miatt, de aki ismer engem, azt tudja, hogy nincs, nálam nincs elveszett labda, nincs biztos vereség, csak a győzelemre, mindig csak a győzelemre játszunk, és olyan embereket kell veszem magam körül, akik szintén ezt az elvet vallják, és bent fogunk maradni, ezt megígérem kabaiaknak, hogy bent maradunk. István, ez sok sikert kívánunk, és hajrá Kaba! Nagyon szépen köszönöm, és köszönjük a biztatást a csapat nevében. Hajrá Kaba! Gyerünk, gyerünk! Nem feladni! Gólt kell rúgni! Hajrá Kaba! Gyerünk, gyerünk, legyére! Hajdanán az ország szinte minden részében szokás volt, hogy különböző ünnepi alkalmakkor szabad helyen tüzet gyújtottak, hogy az ünnep hangulatát emeljék, és hogy valamilyen régi szokást éltessenek tovább. Lakodalom alkalmával húsvétkor vagy Szent Iván éjjelén gyúltak leginkább ezek a tüzek, s kultikus szerepük volt. A régi öregek 2 másik alkalomra is emlékeznek, amikor tüzet szoktak gyújtani. Érdekes módon mind a 2 történelmi nevezetességű jeles naphoz kapcsolódik, március 15-éhez és Szent István napjához. A március 15-i tűz az úgynevezett szabadsági tűz, melyet minden év március 15-éjének estéjén gyújtottak. 3-4-en összejöttek egy-egy udvaron a szomszédok, barátok, meggyújtották a tüzet, és
körülülve idézgették az 1848-49-es eseményeket, főként Kossuthot emlegetve, Kossuth nótákat dalolva. Milyen szép lenne, ha ma is fellobbannának ezek a szabadsági tüzek. Kabán, ha tüzek nem is gyúlnak az ünnepen, érdeklődésre számot tartó programok lesznek. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulója alkalmából Kabaváros ünnepi rendezvénye délelőtt 10 órakor kezdődik a város főterén az 1848-49-es emlékműnél. Az eseményt eső esetén a Mátyai Sándor Művelődési Ház színháztermében rendezik. Ünnepi beszédet mond dr. Kaszásné Sarkadi Anna, önkormányzati képviselő. Szegi Emma polgármester ekkor adja át a Kabaváros díszpolgára kitüntetést. Az ünnepi műsorban közreműködnek a váradi dalnokok férfi kórusa Nagyváradról. Konferál Bagi Márta, a Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettese. Szeretettel várják az ünneplő kabai polgárokat. Hűséges nézőink már tudják, hogy hagyományos szerdai adásnapunkon nem 18 órakor, hanem 19.30-tól jelentkezünk szerkesztett adásunkkal. Mindezt azon nézői visszajelzések alapján léptük meg, melyek a 18 órát korai időpontnak vélték. Természetesen a vasárnapi ismétlét is 19.30-tól láthatják. Továbbá ajánljuk magunkat a Facebookon, valamint a www.forrastv.hu oldalon. A Gonda Ferenc Városi Könyvtárban is megtekinthetik az általunk leadott DVD korongokat, valamint várjuk véleményüket telefonon a 0630 380 90 91-es telefonszámon, illetve e-mailen a forrastv1@gmail.com címre. Köszönöm kitüntető figyelmüket, találkozunk a jövő héten!